Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Vállalkozások, gazdasági teljesítmény. Lassan javul a helyzet Baranyában. Átláthatóbb döntéshozatal, élhetőbb város, bemutatkozott a független jelölt Pécsen. Dunadráva Nemzeti Park közel 10 éve a Bőközön. Podcast beszélgetés Drávacsehiben. Ormánsági népviselet, szőttesek. Kiállítás Szaporcán, az Eperfatályházban. Pécs gazdasági szerepe az elmúlt évtizedekben visszaesett, de a vállalkozások stabilitása és a külföldi befektetők érdeklődése továbbra is jelen van. Erről ír az üzletem.hu. Az elemzésben az új helyi vállalkozások működését, életben maradását vizsgálják, ami alapján Pécs jó helyen áll az országos összehasonlításban. A gazdaság ennél azért összetettebb, így több tényezőt kell figyelembe venni, mondja az értékelésről a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Pécs gazdasági szerepe az elmúlt évtizedekben visszaesett, de a vállalkozások stabilitása és a külföldi befektetők érdeklődése továbbra is jelen van. A pécsi cégek jelentős része hosszú élettartamú, írja elemzésében az üzletem.hu. A gazdaság annyival komplexebb, hogy egy darab mutatóval nem lehet a gazdaság fejlődését leírni. Tehát a térség, ha lassan is, de megindult a fejlődésnek, azért sokáig az összetett mutatókban GDP, külföldi működőtőke, ipari teljesítmény, építőipari beruházások sorolhatnám. Hát az utolsó megyék között voltunk, most ilyen 14.-15. helyre sikerült felzárkózni. Reflektált a Pécs Aktuálon is megjelent cikkre a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Rabszabolcs azt mondja, jól látható jele van, ha egy térség fejlődési pályára lépett. Nagyon sokan a vállalkozóink, az üzleti közösség tagjai közül, amikor följönnek a kamarába, és itt az 5. emeleten gyönyörű panoráma fogadja őket, akkor beszélgetünk a helyi gazdaságról, és nagyon sokan azt állítják, és nem az építőiparból, hogy valójában egy térségnek a fejlődését a daruk számával például kitűnően lehet mérni, értékelni, fémjelezni. Most, hogyha kinézünk az ablakon, akkor emlékeim szerint egy darab daru áll most a városban, és ez évek óta így van. Nemrég európai összehasonlítás is megjelent arról, hogy a különböző szektorokban hány új vállalkozás kezdi meg működését, illetve mennyi megy tönkre. Mindez országokra lebontva, mondja a főtitkár. A helyzet Európában az utóbbi másfél-két évben drámai. Németországban az ipari cégeknél 15-20%-kal nő negyedévről negyedévre a csődök száma. A magyar gazdaság elég erősen rá van kötve a német gazdaságra. Ez a hatás ez egyébként érződik most már nálunk, tehát a legnehezebb helyzetben lévő szektorok alapvetően a feldolgozóipar, gépipar, elektronikaipar, építőipar és a turizmus, szálloda, vendéglátás szektor az továbbra is döcög. Nem volt szegényeknek elég a Covid, az energiaválság, a megnövekedett alapanyagköltségek, a munkaerőköltsége. Hát a fogyasztók is fogynak. Rabszabolcs szerint óvatosabbak a fogyasztók a jelenlegi háborús helyzetben. Jobban vigyáznak a megtakarításaikra, és kevesebb a fogyasztás. Ez azonnal lecsapódik a szolgáltatóiparon, vendéglátáson, turizmuson. Ennek a helyzetnek kell megváltoznia, hogy a térség gazdasága is nagyobb bevételekhez jusson. A politikai átláthatóság, a döntések világos menete, de a város élhetősége is fontos a pécsi 15-ös számú választókerület független jelöltjének. Körmi Attila indul a szeptember 22-ére kiírt időközi önkormányzati választáson. A politikust a Tiszta Kezek Egyesület támogatja. Egy kegyelmi helyzet alakult ki a pécsi időközi választással, így értékel Körömi Attila, aki függetlenként méretteti meg magát a 15-ös kertvárosi választókerületben szeptember 22-én. A politikus szerint az a néhány képviselő, aki sem a bal, sem a jobboldali tömbhöz nem tartozik, fontos szerepet kaphat a közgyűlésben. Miután egyik oldalnak sincs meg a többsége, ennek a választásnak az eredményétől függetlenül sincs többsége, nem lesz többsége a közgyűlésben. A bejutott másik négy jelölt, és innen a 15-ösből beválasztott szántékaim szerint örülnék neki, hogyha jelennék az jelölt, képes lesz a mérleg nyelvét biztosítani,
és nem a paktumokhoz. Szerintem ennek a választásnak pont az a lényeg, hogy a paktum politizálás Pécset befejeződött, hanem olyan döntésekhez tudjuk adni a szavazatunkat, ami Pécs város javát szolgálja, és átlátható módon születnek meg. A döntések átláthatóság az egyik legfontosabb, amit el kell érniük az új ciklusban, mondja a képviselőjelölt. Szerinte jelenleg nem tiszta, hogy ki hogyan dönt egyes esetekben a képviselőtestületben. A lényegét akarjuk megragadni, az a szavazás. Hogyan szavaztál ebben a kérdésben? Na, ezt nem tudja ma senki. Úgy kell visszabányászni, hogy ki hogyan szavazott a Pétáv privatizáció kérdésében, ki hogyan szavazott ebbe a kérdésbe, abba a kérdésbe, nyilvánossá kell tenni, és amit már régóta mondunk, hogy gyakorlatilag pillanatokon belül létre lehet hozni egy olyan költségvetést, ami közérthető. Javítani kell a politikai közhangulatot is, ezzel együtt a város és benne a kertvárosi rész élhetőségét szintén biztosítani kell, erre kényszerít a klímaváltozás is. Körömi Attila megszüntetni az önkormányzati média céget, a pénzt a diák újságírás fejlesztésére adná az általános és középiskolásoknak, mondta a csütörtöki bemutatkozó sajtótájékoztatóján a Melinda Parkban. A képviselőjelöltet támogatja a Tiszta Kezek Egyesület. Úgy gondoljuk, hogy a jelen idők azt az üzenetet hozták, hogy egy független jelölt jobb hívó szó, mint bármilyen jelölő szervezet által indított pályázó vagy aspiráns. Úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy bár jelölő szervezetként regisztráltattuk magunkat, miután kiderült, hogy van egy független jelölt, csatlakozunk a Mindenki Pécséthez és a Pécs Mosthoz, ráadásul Attila ugye a Mindenki Pécsét Egyesület tagja, és az ő jelöltségét támogatjuk meg az erőforrásainkkal, ami humán erő forrás és nyilvános térbiztosítása. Ez azt jelenti, hogy a Tiszta Kezek Egyesület tagjai segítik a kampányban Körömi Attilát. Ez szórólapozástól a támogató utcai pultok működtetéséig több tevékenységet foglal magába, tudtuk meg a képviselőnőtől. Rövid híreink következnek. A szülők terheinek csökkentésére és az iskolakezdés megkönnyítése érdekében idén is hamarabb érkeznek a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások. A gyermekgondozás segítő ellátása a GYES, a gyermeknevelési támogatása a GYED és a családi pótlék, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Facebook oldalán csütörtökön. A kormány emellett továbbra is valamennyi köznevelésben és szakképzésben résztvevő tanuló számára ingyenes tankönyvellátást biztosít, így ezzel is csökken a családokra háruló iskoláztatás költsége, jegyezte meg. A kormány korábbi vállalásainak megfelelően folytatja a pedagógusok béremelési programját, amelynek eredményeképpen a tanárok fizetése jövőre eléri majd a diplomás átlagbér 80%-át, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, a szerdai kormányülésen az iskolai évkezdet kapcsán áttekintették az oktatás helyzetét. Közölte, 2025-ben a most rendelkezésre álló adatok szerint a diplomás átlagbér Magyarországon bruttó 1 millió 25 ezer forint lesz. Ennek megfelelően a pedagógus átlagbér 820 ezer forintra emelkedik. Hozzátette, nagyon optimista forgatókönyvek szerint már a ciklus végére, 2027 elejére az 1 millió forintos bruttó fizetést is meg fogja haladni a tanárok átlagbére. Drávacsehiben jártunk stábunkkal, ahol egy Bőkösz Café podcast felvétel tanúi lehettünk. Aki kérdezett, Pomezsánszky György, televíziós újságíró, és aki válaszolt, az Závodszky Szabolcs, a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság igazgatója volt. A településen a 9. Bőkösz Fesztivál ideje alatt naponta délelőttönként neves személyekkel zajlik a beszélgetés az Orbán ház udvarán. Nem a poszt az izgalmas a beszélgető partner esetében, hanem az ember, aki kapott egy megbízást, és akinek van érzelmi kapcsolata, jelen esetben a tájjal. Két ember beszélget a közös kedvencről, a beszélgetés tárgyáról, és akkor kiderül, hogy sokkal jobban ért például, ha muzsikus, akkor a zenéhez, mint a beszélgetés vezetője, mondta Pomezsánszky György, televíziós újságíró, az Ormánsági Drávacsehiben megtartott Bőkösz Café podcast egyik alkalmával. Ez egy örök nagy riporteri műsorvezetői kérdés, hogy jobban kell-e tudnom mindent, mint a megkérdezett.
Hát erre az ember a pályája elején tesz néhány kókat kísérletet, aztán rájön, hogy semmi reménye erre nincs, tehát elég, hogyha egy kérdés után okosan hallgat. Ha nincs vágóasztal, ott bajok vannak, mert akkor a buta kérdés és helyes válasz helyett csak egy helyes válasz születik. Ezen a napon a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság igazgatója volt a vendég. A podcast után mi is beszélgetőre fogtuk, és a közel egy évtizedes Bőkösz-fesztiválban való aktív részvételről faggattuk Závodszky Szabolcs igazgatót. Kezdetektől fogva részt veszünk a Bőkösz-fesztiválnak a programjaiban, elsősorban az Ősdráva látogató központtal. Ott szervezünk különböző programokat kifejezetten erre az időszakra, amilyen hosszan tart a maga a fesztivál. Egyébként ugyanolyan fesztivál helyszín vagyunk, mint ez a négy település. A saját programrainkon kívül koncertek is vannak, ma este is lesz egyébként a látogató központban. Szakvezetéses túrákat indítunk, minden nap valami más témától fel, a gyógynövényektől, az őshonos háziállatokig, madárgyűrűzéstől kezdve a vizes élőhelyeknek az élővilágáig, azon túl, hogy ebben az időszakban ingyenesen látogatható az Ősdráva látogatóközpont is, és hát évek óta megszervezzük, bár idén sajnos az időjárás miatt elmaradt a magyar pásztorkutyáknak a telelő versenyét, ezt a nagyon nagy meleget már ők se írták volna, de ez is egy hagyomány, hogy mindig erre az időszakra tesszük, és akkor egy ilyen egésznapos programba lehet ezeket a pásztorkutyákat megnézni, hogy dolgoznak az állatokkal, és magának a látogatóközpontnak az őshonos állattartó rész, és ilyenkor teljes egészében nyitva van, és gyakorlatilag ott több órás programot lehet eltölteni. A település polgármestere arról beszélt, mennyire fejlődött a közel 120 lélekszámú falvacska az Összművészeti Fesztivál évei alatt. Drávacsehi az egyik település, amely a programokban részt vesz Kémes, Szaporca, Tésenfa mellett. A második évben kaptak meghívást az eseményre, igazából pedig a harmadik évtől rendszeres résztvevői az Összművészeti Fesztiválnak. Azóta épült egy központ is Drávacsehiben. Ami most van kialakítóban, de nyilván egyébként a település fejlődésében ez jelentős, hiszen azért az ormánsági településeken azt kell mondjam, hogy éves szinten talán egy-két építkezés jellemző, de az is inkább felújítás, ez Drávacsehi esetében most ezek miatt a fejlesztések kapcsán is 4-5 építkezésünk van szinte évente a településen. Ebből a szempontból Drávacsehi, azt kell mondjam, egyébként ki is lóg egy kicsit, tehát nem nagyon sorolnám most már lassan, nem földrajzilag, hanem fejlődésileg az ormánsági települések közé. A településen a 9. Bőkösz-fesztivál ideje alatt naponta délelőttönként neves személyekkel zajlik a beszélgetés az Orbánház udvarán augusztus 25-ig. A Bőkösz Café podcastről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Hamarosan kezdődik az iskola indulatanév, a hátrányos helyzetű családoknak pedig sokba kerül gyerekeik beiskolázása. Ezért a Magyar Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete évek óta tanszergyűjtés szervez. Augusztus 23-án és 24-én a pécsi nagy bevásárlóközpontokban várják az új és a régi, de jó állapotban lévő tanszeradományokat, füzeteket, írószereket, toltartókat, tornazsákot, iskolatáskát, fekete nadrágot, fekete szoknyát, fehér blúzt, fehér inget, amit az iskola kezdéshez oda lehet adni a rászoruló családoknak. A munkát önkéntesek és a szervezet munkatársai segítik. Az év legnagyobb gyerekmulatsága várja a nyárzáró élményekre éhes fiatalokat. Augusztus 23-a és 25-e között Pécset ismét jön a Szamárfül Fesztivál. Az ország egyik legnagyobb ingyenes gyermekfesztiválját immár 12. alkalommal rendezi meg a Zsolnai Örökségkezelő. A Szamárfül Fesztivál 2024-ben is elhozza a legszínesebb programokat, amelyeket garantáltan mosolyt csalnak minden korosztály arcára. Itt lesz a Rutkai Bori Banda, Varródani, Farkas
Házi Réka és a Tintanyúl, a Veronnaki zenekar, a Buborék együttes, izgalmas bábszínházi előadások és milliónyi ingyenes családi program. Szebbnél szebb ormánsági szőtteseit mutatja be Kis Gyuláné Irénke néni a Baranyai Szaporcán. Az Örökség udvarban található Eperfa tájházban kapott helyet a néphagyományt, viseletet őrző kiállítása, mindez pedig a 9. Bőközfesztiválon az ormánság legnagyobb összművészeti eseményé látható. A tárlat augusztus 25-ig megtekinthető. Ezeket a szőtteseket, népviseleti kellékeket mind saját maga készítette. Egy kevés kivétellel, mondja Kis Gyuláné Irénke néni, az ormánság szülöttje, azonban most már Pécsen él. Értékes, hagyománytápoló művészetét nagyra becsülik a helybeliek Szaporcán. Ezért is találkozhatunk munkáival a 9. Bőközfesztiválon. Nem gyűjtöttem, ezt mindet én csináltam. Illetve azokat a régi is törölközőket, ami ott van a szekrény mellett, azt úgy Bogád mint Szentről hoztuk, az eredeti, tehát úgy eredeti, hogy még régen csinálták régi anyagból. De én ezeket 1996-ban kezdtem el szőni. Pécs-Somogyban kezdte tanulni a felvetést. Kíváncsi volt, milyen is a szövés mestersége. Egy szövőszéket kapott akkor a férjétől, emlékezik vissza Irénke néni. A férjem dolgozott, kőműves volt, és mondta, hogy a munkájáért nem kér pénzt, adják neki a szövőszéket. És hazahozta, engem meglepett vele, hát de egyikünk se tudott vele dolgozni. Úgyhogy kénytelen voltam elmenni Somogyba. Ott volt egy klub, ahol a szövést is oktatták. És ott az alapokat megtanultam, de tovább nem jutottam, mert komolyabb dolgokat, ilyen mesterfogásokat nem alkalmaztak, csak simán az alapokat. És megkerestem a Sós Pálnét, a Margit nénit, aki a népművészet mestere volt itt Szaporcán, és ő szívesen mutogatta a dolgokat. Akkor nagyon sokat tanult, a mintákat is megkapta. Hosszú évekig járt tanulni, szívesen sajátította el a mesterséget, amelyből aztán művészet lett. Az itt látható szőttesek, népművészeti kézimunkák, viseletek mind ormánsági mintát mutatnak. Többek között a Sejjei Múzeumban látott mintákat, majd azokat leszámolta és elkészítette műveit, mesélte Irénke néni. Az itt látható szövőszék nem csak kiállítási tárgy, gondolta gyereklátogatókra is Kis Gyulán. Szándékomban van, hogy otthon vetek föl mégis, akkor elhozom egy keskenyebbet, egy rövidebbet, csak azért, hogy gyerekek jönnek, hogy beleülhessenek és próbálják ki. Az Örökség udvarban található Eperfa tájházban kapott helyet a néphagyományt, viseletet őrző kiállítása. Mindez pedig a 9. Bőközfesztiválon, az ormánság legnagyobb összművészeti eseményén. A tárlat augusztus 25-ig megtekinthető. A régió híreivel folytatjuk. Szent István király és az új kenyér ünnepe alkalmából Bonyhádon a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban szerveztek programokat. Köszöntőt mondott és az új kenyeret megszegte Filóné Ferenc Ibolya, a település polgármestere. Az eseményen kitüntető díjakat is átadtak. A Percelek városában Bonyhádon a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Völtség Néptánc Együttesének műsora nyitotta meg az augusztus 20-ai kulturális programot. Ezt követően Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere tartotta meg ünnepi köszöntőjét. Minket, magyarokat már számtalanszor igyekeztek derékba törni. De gyökereinkkel mindannyiszor erősen kapaszkodunk az anyaföldbe. Ezért van ma jelenünk. A múltunk sokszor meggyökölt, de meg is erősített minket. Ezért van és lesz jövőnk. Mindannyiunk feladata és felelőssége nemzetünk jövőjéért cselekedni úgy, ahogy azt Szent István örökségül hagyta ránk. Az ünnepségen áldást mondtak Hevér Beatrix evangélikus és Mészáros Zoltán református lelkészek, illetve Vigand István katolikus plébános. Dicsőítünk téged, Atyánk Istenünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az öt kenyeret és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokasságot.
A Merész Konrád díjat Horváth Klára Katalin kapta bonyhádi óvónőként és később óvodavezetőként végzett munkájáért. Én felszabadult vagyok most már az ünnepség végén. Ahogy a színpadon is mondtam, nem számítottam rá, és azért mégiscsak megrendítő dolog ez, akárhogy is nézem. Olyan sok minden feljön ilyenkor, érzelem, érzés, és valóban az az egyik legfontosabb dolog, hogy olyan nagyon sokan vagyunk a pályán, és az ember felteszi magának a kérdést, hogy miért pont én. A Kolónia Alapítvány Virágos Bonyhádért díjakat is kiosztott. A kezdeményezés célja, hogy a helyiek minél szebbé tegyék otthonaikat, és ezáltal a várost is. Ebben a lakosság, a társasházak, vállalkozások is részt vehettek. Ez azt jelentette, hogy aki jelentkezett, annak a portáját meglátogattuk. Ez júniusban és júliusban két alkalommal történt, a Bonikon munkatársát bevonva, és egy városi környezetvédő munkatársat is. Ezekről a portákról fotókat készítettünk, és ennek alapján egy zsűri véleményezte, hogy melyek a legszebb porták. Az alapítvány ezen túl tanulmányi ösztöndíjakat is kiosztott bonyhádi diákok számára. Dombóváron az augusztus 20-ai ünnepséget a 35 éve felszentelt kertvárosi Szent István király templomban tartották. A helyiek szentmisével és kenyérszenteléssel emlékeztek meg az államalapításról. Szentmisére gyűltek össze a dombóváriak a kertvárosi Szent István király templomban az államalapítás ünnepén augusztus 20-án. A Szentmisén Miklovics Attila újmisés atya celebrált. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. A Szentmisét követően Szűcs Eszter lelkész, Miklovics Attila atya és Hegedűs János plébános együtt áldották meg a kenyeret. Add, hogy a földi táplálék testünknek erőt, az élet kenyere lelkünknek üdvösséget adjon, Krisztus, a mi Urunk által. A kenyeret Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere szegte meg a kóstoló előtt. Nem csak a templom évről évre megismétlődő búcsúját ünnepeltük, hiszen védőszentje ugye Szent István király, hanem 35 évvel ezelőtt került felszentelésre ez a felépült keltvárosi templom. Akkor ő még Farkasdi András apát plébános úr volt a plébános, és az akkori bíboros Paskai László bíboros úr szentelte fel a kertvárosi templomot. Az ünnepségen a Dombóvár kenyere akció keretében támogatást nyert a következő egy évre a Százszor Szép Alapítvány. A dombóváriak fél kilós búzalisztből készült adalékanyagmentes cipó megvásárlásával támogathatják őket az egyik helyi pékségben. Több óvópedagógus és ott dolgozó Dada is a Facebook segítségével közzétette, hogy szavazzanak ránk, illetve több messenger üzenetet is kiküldtek a szülőknek, további pedagógusoknak, és így a széles körben elterjedt a hír, hogy lehet szavazni, és ezáltal az újdombóvári óvodának az alapítvány, a Százszor Szép Alapítvány is esetleg egy nagyobb összegű támogatáshoz juthat. És ennyi volt az egész, hogy összefogott teljes újdombóvár értünk. Az ünnepséget az Esthajnal Csillag együttes műsora is színesítette. Adjál egy pár csókot, két száraz maringot. A Csaba Gyöngyével kezdődött, majd az Írsai Olivérrel folytatódott a szüret a Dél-Balatonon. A száraz meleg nyár megviselte az ültetvényeket, emiatt két-két és fél héttel korábban indult a munka. A borászok a minőséggel elégedettek, de a mennyiség elmarad a vártól. A Pinot Noir fajtát szüretelték az elmúlt napokban ebben a 10 hektáros táblában, Szólát határában. A nyári meleg és száraz időjárás miatt itt is előbb értek be a szőlőfajták. Aprók és a bogyók pedig ilyen töppettek. Az időjárás következménye ez, egyébként a szőlő egészséges, szép, úgyhogy nincsen neki már semmi hibája. A feldolgozóból nemrég volt kint a kollega, mondta, hogy 19-20 cukorfokos. A cukorfok jó, csak a mennyiség kevés, nagyon könnyű a szőlő, mivel nem kapott esőt. Mi az utóbbi időben itt nem volt eső egyáltalán ebbe a tájegységbe, ahol most vagyunk. Szóládnál az Írsai Olivérrel indult a szüret, de volt, ahol előtte a Csaba gyöngyét szedték. Azt is a megszokottól eltérően körülbelül két héttel korábban.
Folyamatosan érnek be a szőlők, így nem áll meg a munka a dél-balatoni ültetvényeken. A minőséggel elégedettek a gazdák, azonban a mennyiség elmarad a várttól. Több eső kellett volna, és nem kellene ez a borzalmas meleg, de hát sajnos valószínű, hogy ehhez alkalmazkodni kell a mezőgazdaságba, és akkor az általunk termesztett növényeken el kell gondolkozni, hogy melyik bírja ezt ki, és mit kell változtatni a jövőben. Dél-balatoni nedőket kóstolhattak a vendégek az elmúlt napokban Balatonbogláron. A borfesztiválon a fehér és a rozéborok voltak a legnépszerűbbek, de a pezsgőket is szívesen kínálták két szüret között a borászok. Augusztus első hetében az írsa jövőjét leszületeltük, már ez a hosszú napsütéses órák számának köszönhető. Nagyon hamar érnek az idei fajták, ezután pezsgő alapokat szedtünk, zenitet és a portugizert is már leszületeltük rozénak. Főleg a fiatalabb ültetvényeket viselte meg a szárazság, mondta Hujber Attila, aki szintén elégedett a minőséggel, a mennyiség viszont közepes évjáratnak felel meg. Az idősebbeknél nem okoz akkora problémát, mert mélyebben vannak a gyökerei, de mindenképpen hamarabb érnek a fajták és összeérnek, tehát szeptember közepére valószínűleg befejezzük a szüretet. Ezekben a napokban a Chardonnay-val folytatódik a szüret a Dél-Balatonon. Híradónk végén baranyai témáink. Még egyszer, röviden. Vállalkozások, gazdasági teljesítmény. Lassan javul a helyzet Baranyában. Átláthatóbb döntéshozatal, élhetőbb város. Bemutatkozott a független jelölt Pécsen. Dunadráva Nemzeti Park közel 10 éve a Bőközön. Podcast beszélgetés Drávacsehiben. Ormánsági népviselet, szőttesek. Kiállítás Szaporcán, az Eper Hatályházban. Pénteken friss lesz a reggel, napközben többnyire derült, napos idő várható. Újra melegszik a levegő, délelőtt 18-28, délután 29 és 34 fok között alakul. Nyugaton, északnyugaton feltámadhat a délies szél. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!